Kedves nézőink, a hagyományokhoz híven az idén is megrendezték a Szent György Albert szakközépiskolában az Egy nap az egészségért című rendezvénysorozatot. Az eseményen mi is ott jártunk. Egy nap az egészségért, mégpedig jubileumi, hányadik? 20. Tehát most így utána számoltunk az első tablókról, hogy ez a 20. éve, amikor megszervezzük az Egy nap az egészségért programot. Mindig van egy központi témája ennek a versenynek, programnak. Az idei micsoda? Hát véletlenül találtuk az interneten, hogy az UNESCO ezt az évet a fényévének, a fizikusok javaslatára a fényévé nyilvánította, és próbáltuk a feladatokat e köré szervezni, ezzel egy kicsit bővíteni a látásmódot, új dolgokat belelokni ebbe a vetélkedő sorozatban. És pedig milyen feladatok voltak, illetve kik voltak a meghívottak, hiszen mindig van valamilyen díszvendég, meglepetés vendég is. Most is az általános iskolák 7.-8. hívtuk, hát itt 120 diák vetélkedett ma a megye egész területéről, vannak már hagyományosan megérkező iskolák, akik már szeptemberben telefonálnak, hogy mikor lesz a rendezvény. Az ő számukra elsősorban a fény hatása az emberre, fényszennyeződés, fény és a hangulat ingadozások, depressziók, ezt a témát adtuk meg. Az előzetes feladat is ez volt, és mellette párhuzamosan a saját tanulóinknak folytak a szakmai programok, ment a hagyományos szépkiejtési verseny, itt Szentgyörgy is és megyei diákok is részt vettek, és a szociális és egészségügyi képzésben pedig alternatív gyógymódok címmel volt egy kiállítás és egy előadás. Hagyományosan volt benne ebben az évben is sportos feladat, ahol a csapat minden tagjának indulni kellett, és hogy kapcsolódjunk a fényhez, a testnevelő tanárok úgy állították össze, hogy nem volt elég a pálya, hanem még egy gyertyát is kellett cipelni, és bizony, ha elaludt, akkor újra meg kellett gyújtani. Aztán természetesen volt meglepetés vendég, és az egyik Csányic Laura, a város egyik híressége, aki ugye gumiasztalos, nagyon eredményes versenyző, és a kórházban dolgozó kolléganő, akit mindenki Gabikaként ismer, a gyógymasszőr, aki már több éve abszolút látássérült, tehát vakként él, és ő jött el ide a kutyájával beszélni arról, hogy hogy éli meg ezt, és hogy segíti őt a kutyusa. Igen, hát a fényről beszélve a fény hiánya is eszünkbe kell, hogy jusson, ugye itt a látássérültekre gondolok. Hogy fogadták a gyerekek például ezt a látássérült hölgyet, illetve a kutyáját? Hát én először főleg az általános iskolásokon azt éreztem, hogy nagy megdöbbenés és csend, és utána azért kezdtek maguk között már beszélgetni róla, miután megengedte Gabi, a kutyát már körülfogták itt. Hát most még a mi gyerekeink kérdezgetik már szakmatanulásról és egyéb részletekről, ami hát számukra fontos. Közben a vendéglátósok szokás szerint megvendégelték délben a tanulókat, és most ők is kapcsolódtak olyan értelemben a programból, hogy volt egy olyan alcíme is, hogy a színek és a fények a vendéglátásban. 5 különlegesen terített asztal és egy kis előadás várta a tanulókat, hogy egy kicsit szélesítsük az ismereteket ebben a témában is. Azt hallottuk, hogy hány résztvevő volt, milyen széles körből jöttek, hány iskolából? Hát Pápától Veszprémig, Csabrendekig, Magyar Polány, Ajka, tehát igazán a szokott csapat az megérkezett az idén is. És akkor ezek szerint sikeres ugyanúgy, mint az elmúlt 19 évben? Igen, én azt hiszem, kérdeztem itt a gyerekeket, hogy jól érezték-e magukat, azt mondták, hogy nagyon, hogy ez egy jó nap volt, úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg azzal az érzéssel mennek haza, hogy megérte. Hát aki megnyer, az meg ugye azért 50 000 forintos hozzájárulást kap az osztálykiránduláshoz.